Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatódik az a sorozatunk, amikor bemutatjuk a Vörös Marti Színház színművészeit. Tesszük ezt azért, mert hogy ahogy már számtalanszor szó esett ebben a műsorban és a kulturális műsorainkban általában, nagyon jó úton halad a színház, nagyon sok székesfehérvári köszön be nekünk azzal, hogy az a változás igenis tetten érhető. Mai vendégünk pedig Lábodi Ádám. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok. Egy idézettel hadd kezdjem, töltsük meg a házat szeretettel, rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet, éljük egymásnak a napokat, költözön vissza az ölelés, valamely késői, józanabb, de maradóbb szerelem, költözünk vissza egymásba. Legyen ez a motto, és ezt pedig Latinovics Zoltán mondta. És azért idézem ezt, mert hogy Latinovics Zoltán az egyik olyan, aki kedves számodra. Írásban is, és ezt gondoltam, hogy talán kezdjük ezzel. Egy pesti srácról kell beszélnünk, aki elindult az úton, aki ugye a Csík Ferenc általános iskolába jártál. Mikor derült ki, hogy szépen beszélsz, kellően tehetséges vagy? Egyáltalán ez már általános iskolában alap volt, vagy majd csak a későbbiekben? Azt hiszem, hogy ez viszonylag hamar kiderült, de nem különösebben használtam én ezt a dolgot. A Csík Ferenc az egy sportiskola, és oda jártam ugye 8 évig. Gimnáziumban már máshova kerültem, de én alapvetően tulajdonképpen 18 éves koromig én versenysportoló voltam. Cságáncsoztam Margit-szigeten, és hát tulajdonképpen már óvodában is voltak ilyen kis előadások, anyáknapi ünnepség, stb., amikben én előszeretettel részt vettem, de egyáltalán nem gondoltam én erre, hogy nekem majd ez lesz az utam. És aztán gimnáziumban 15-6 éves koromban történt velem egy komolyabb sérülés a sport kapcsán, és akkor kezdtem el színjátszózni Takács Éva tanárnőnek a vezetésével. Ott minden évben csináltunk egy színdarabot, én ott kettőben játszottam, a Jó Fülöp és a Tündérlaki Lányok, ez a kettő volt, amit ott csináltunk. És tulajdonképpen én ott kezdtem el azt észrevenni, hogy talán a próbákra felkészültebben érkezem, mint az osztálytársaim, vagy az iskolában ott a társaim, akik színjátszóztak. Ez ugye teljesen nyitott szakkör volt, úgymond. És aztán negyedikben én gondoltam egy nagyot, és úgy döntöttem, hogy sehova máshova nem fogom beadni a felvételi jelentkezési lapomat, mint a pesti színműre és Kaposvárra. Tehát, hogy nem akartam magamnak ilyen kibúvót adni, hogy ha nem vesznek föl a színműre, akkor majd, nem tudom, valami, megyek igen. Jogra, vagy egy bármilyen bölcsészkarra. Bejött a Kaposvár. Igen, azért nem volt zökkenőmentes, mert harmadjára vettek föl, de utólag visszagondolva arra, hogy mondjuk milyen csalódott voltam, amikor először nem vettek föl, aztán milyen rossz volt, amikor másodjára nem vettek föl, és hogy milyen jó volt, amikor meg harmadjára, és hogy az osztály, amiben én ott kerültem, meg az egész évfolyam, hogy annak mekkora szerencséje volt, így utólag visszagondolva áldom a sorsot, hogy nem vettek fel korábban. Fontos egyébként, hogy és ezzel folytatjuk, de fontos, amit a sportmutatóról mondtál, mert bizonyos értelemben és esetekben a sport és a színház nagyon is kézenfogva jár. Rendkívül felelősségre tanít meg, a tehetség és a szorgalom az ugyanúgy nagyon fontos, kiegészíti egymást, egyik a másik nélkül lehetetlen. Ha csak nem Isten áldott a tehetség valaki, de aki Isten áldott a tehetség, mondom én, az bizonyosan szorgalmas és mert szeretne azokat a grádicsokat megmászni. Ez rád is jellemző volt, a tehetség és a szorgalom? Azt hiszem, hogy igen. Miután engem nem vettek föl, egy képzőbe jártam 2 évig, a Kimibe. Ez a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Iskola, ez tulajdonképpen egy OK-s képzés.
színész kettő diplomát ad, amivel tulajdonképpen nem lehet kezdeni semmit. Arra volt jó, hogy az órarendem az tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint ami aztán később a főiskolán is, csak nem azok a tanárok tanítottak, akik ott. De a mindennapjaim azok már ezzel teltek, és ez nagyon-nagyon jó volt. Nekem fogalmam nem volt a színházról, hogy ez micsoda. Én nem jártam színházba fiatal koromban, iskolás koromban, mert állandóan vagy edzésem voltam, vagy versenyen. Ugyanakkor valamiért nagyon vonzott ez az egész. Nem tudom megmagyarázni pontosan, nagyon sok filmet néztem, azokat próbáltam okosan nézni, tehát egy idő után már rendezőkre kerestem rá, színészeket követtem nyomon a filmjeik kapcsán, ugyanúgy európai, mint akár hollywoodi, vagy magyar filmeket. És ott a Kimiben volt egy tanárom, Perényi Balázs, aki egyszer egy ilyen esti iszogatásnál azt találtam mondani, hogy az Isten áldja meg a sportolókat a színházban. Úgyhogy valószínűleg ő is arra gondolt, amit te mondasz. Az biztos, hogy a sport az nagyon megtanít arra, hogy a sikerért azért meg kell dolgozni, az nem úgy jön magától. Tehát megerősítést hozott ez a dicséret, ez az egyetlen, ez a gondolatsor, és emellett pedig tudatossá tett. Ez biztos, ez egy fontos mondat volt az életemben, de ezt én azt hiszem, hogy nem csináltam, vagy ez nem egy ilyen mahe volt nálam, hanem a sport az arra is nagyon jó volt egyébként egy egyesületben, nem tudom, 7 éves korom óta létezni, hogy a csapatmunka az... Még akkor is, hogyha mondjuk a cselgáncs az egy egyéni sport, de akkor is ott egy csapat van. És az, hogy egy közösségben létezni, az meg kell tanulni. És az meg, hogyha az voltak példaképeid? Színészek? Színészek, illetve kik voltak azok a mestereid, akik máig elkísérnek egy-egy gondolatukkal, akit tanultál annyit, amit ma is hasznosíthatsz immáron, kiérlelt felnőtt fővel. Ez nagyon érdekes volt például, amikor először mentem felvételizni Kaposvárra. A második fordulón, a második rostán, ott az már egy bentlakásos része volt a felvételinek, és ott Rusznyák Gábor csoportjába kerültem. És sok-sok jelenetet kell csinálnunk a felvételi során, és én folyton kinéztem a jelenetekből. Tehát játszottam a partneremmel a jelenetet, és folyton néztem ki a rendezőre. És meg akartak ölni. Azt mondták, hogy ez lehetetlen, tehát hogy ilyen nincs. Tehát, hogy én vagy benne vagyok abban a szituációban, vagy nem vagyok benne. Hogyha kinézek, akkor én kívülről várok valami megerősítést, vagy nem is tudom. És nem tudták belőlem kiverni, nem is vettek föl. Én pedig elmondtam, hogy persze, hogy kinézek, mert 12 évig, amíg én sportoltam, addig én abban éltem, hogy ott vagyok egy versenyen, ott vagyok egyedül a tatamin, ott van velem szembe az ellenfelem, küzdünk, és amikor azt mondják, hogy mate, és mind a ketten visszamegyünk a kiinduló helyre, akkor én nekem a fél szemem az végig kim van az edzőmön, és várom az ő utasításait. És ez annyira mélyen belém ivódott ez az egész, hogy a színháznál is azt hittem, hogy a rendező az olyan, mint egy edző, aki folyamatosan instruál, valamit segít. És aztán, csak nehogy a fontos mondatokat említetted, ezután sikertelen felvételim után mondta nekem azt Rusznyák Gábor, hogy ez nem verseny. És hogy a Michelangelo az nem azért festett, mert a Van Gogh is festett, hanem azért, mert volt benne valami, amit ő ki akar fejezni, és ezt ő nem tudja máshogy, mint úgy, hogy lefesti. Mi pedig egy játék által fejezzük ki magunkat, de hogy ez nem verseny, ez belőlem kell, hogy jöjjön, és ez talán a legfontosabb mondat volt nekem akkor, 18 évesen, amikor elkezdtem ezzel az egésszel kacérkodni. És ezt nagyon-nagyon komolyan és nagyon sokáig, a mai napig egyébként viszem magammal ezt a mondatot, hogy ez nem verseny. Egyébként az látszik a színpadon rajtad, hogy erős karakter vagy. És mivel tudjuk, hogy a színház a lélek műhelye, ezt is Latinovics mondta egy év iránt,
Én azt gondolom, hogy ez fontos. Ez a pályád elején is így volt már? Kaposváron nagyon, nagyon komoly iskolát kaptunk, azt hiszem. Babarczi Lászlóval kezdtünk, tanított még minket Znamenák István, Kelemen Józsi, Anger Zsolt, Baj József, rengetegen. Ugye Mohácsi János lett az osztályfőnökünk harmadévtől. Picit átalakult az egyetemnek a struktúrája útközben, és kialakult egy osztályfőnöki rendszer. Kétséget nem hagytak afelől, hogy belülről kell hozzányúlni az anyagokhoz. Nyilvánvalóan a technikát, vagy bizonyos dolgokat, bizonyos színpadi törvényeket el kell sajátítani, mert anélkül nem megy, vagy anélkül nehezebb. De egy nagyon-nagyon jó utat kaptunk tőlük. 2012-ben végeztél, igen. És azóta 7 esztendőt eltel, és nem volt ez 7 szűk esztendő. Ha megnézzük azt a képzeletbeli színlapot, akkor ragyogó szerepek sora várt rád, és a kortársaidra nem különben, itt Fehérváron, meg úgy általában. Ez minek köszönhető szerinted? Mennyire alakult át a színház, hiszen azt nagyon is tudjuk, hogy te rendkívül tudatosan készültél nem csak a szerepeidre, hanem arra az útra, amit színművészként majd betöltesz és végigjársz. És ez nem csak te voltál így vele, hanem jó néhány olyan fiatal pályatársad, akikkel együtt kézen fogva indultatok el. Valóban tudatos. Nekem volt egy osztálytársam, Porogi Ádám, akivel mi főiskola alatt szinte együtt laktunk végig egy albérletben, talán a legjobb barátom. És mi azt fogadtuk meg egymásnak, amikor már az ember érzi, hogy most már közeleg a sulinak a vége, és előbb-utóbb el kell valahova szerződni, és nyilván ez minden főiskolásnak egy félelme, hogy egyáltalán lesz-e munkája, vagy ha lesz, akkor hol, és ott abban a társulatban, ahova kerül, milyen szerepet fog vajon betölteni. Hogy lesz-e rá szükség igazán, vagy pedig néhány mondatokat fog játszani akár évekig. És mi azt fogadtuk meg egymással, vagy egymásnak az Ádámmal, hogy akárhova kerülünk, kutya kötelességünk azt a gondolkodást, meg azt a lendületet, amivel akkor éppen rendelkeztünk, bevinni a társulatba, legyen az akárhol az országban. És hogy nagyon keményen kiállni azokért a színházi elvekért, amiket mi ott tanultunk, vagy amik a mi sajátjaink. Tehát ez egy másfajta színház szemlélet? Én nem tudom, hogy másfajta-e. Egy biztos, hogy egy nagyon erős gondolatom van nekem a színházról. Akik már láttak sokat színpadon, azok szerintem valamit talán felfedeznek ebből. Egy picikét bátrabb fogalmazásmódból, egy picikét sprűdebb. Ugyanakkor, ha kell, akkor nagyon érzékeny, és hogy nem szabad megúszni semmit. És hogy egy előadás sincs, amit meg szabad úszni. És hogy a színházba, vagy ebbe az egész létbe a viták, azok én nálam nagyon beleférnek. Tehát én nem szeretek megsértődni, nem szeretek... Tehát én szeretek vitatkozni, szeretek veszekedni, mert ez egy nehéz folyamat. Tehát amikor egy darabot elolvasunk, és amíg abból előadás lesz, az egy nagyon hosszú és küzdelmes időszak. Ott 6 hétig, vagy 5 hétig, ott semmi más nincs, csak ez. És bizony, sokan vagyunk, sokfélék, valaki mást gondol ezekkel, rendező mást gondol, színészek mást gondolnak, ezekkel meg kell küzdeni, és ez sokszor vita, de én ettől nem riadok vissza, vagy hogy mondjam, szerintem ezek építik a társulatot, és az egymás közti viszonyt is, az előadásról nem is beszélve. Volt több lehetőségem is a főiskola után, hogy hova szerződjek.
az pedig Balikó Tamásnak volt egy szintén a Kaposváról egy nagyon kedves tanáromnak a tanácsa, hogy oda kell menni diploma után, ahol feladatok várnak rád, és nem feltétlenül az intézménynek a nevét kell nézni, amikor az ember dönt, hanem az, hogy tudjon játszani minél nagyobbat és minél többet. Tehát nem akartál sztárszínházba, pesti színházba feltétlenül, nem, mert nyilván nem, megkeresések nem voltak. Ez egy nehéz döntés volt, én nem tagadom, hogy nem. A Víg Színházban voltam még gyakorlaton, és nem akartam a Víg Színházban maradni, mert nagyon hamar világossá vált számomra, hogy én rám ott évekig nagyon pici szerepek várnának csak. És a saját tehetségemet, vagy a saját ambícióimat nem akartam ennek alávetni. Teljesültek a fehérvári álmaid? Nem akarom felsorolni most számtalan, nyugodtan mondhatjuk, nagyon sok vezető színészt mondhatunk, közéjük tartozó feltétlenül, hiszen számtalan főszerep lett a tiéd, elismerésben sem szűkölködte az Aranyalma díjat, azt hiszem, hogy mindennél többet mond, mert hogy ugye fontos az elismerés, és mindig mi azt vettük észre, hogy valóban, a többség azt mondja, hogy az alázat úgy is merszik meg, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szerepben játszik valaki, és ez bizonyos értelemben rád jellemző, úgy tekint rá, mint a főszerep lenne, és ez így is történik. Ezt jól látom én kívülről? Minden szerep szerves része kell, hogy legyen az előadásnak. Nem hiszem, hogy vannak olyan szerepek, amiknek nincs jelentőségük. Mindegyik szerves része az előadásnak. Nyilván az ember szeret nagy szerepeket játszani, de nem is szabad túl sok nagyot játszani mondjuk egy évadon belül, mert nem bírja el az ember. Tehát azt mondják, hogy két főszerepnél egy évadban többet ne vállalj, mert nem fogod elbírni. Tehát most gondoljunk bele, mondjuk minden évben van csak kettő főszerep, és mondjuk abból a kettőből menjen csak egy tovább, akkor jövőre már három lesz. Igen. És azt nyilván meg lehet csinálni, de sokat öregszik. Nézd, szívesen vennénk. Beszéljünk a rendezőkről. A rendezői színház a te világod, vagy párhuzamosan megy? Tehát az, ugye a gondolkodó színészek közé tartozol, aki elviseli nyilván a rendezői attitűdöt, a mindig más fajta rendezői stílust, de azért vannak saját gondolatai is. Vagy ez vegy is? Nagyon nagy szükség van egy színházban rendezőre, és én sokszor csodálattal szoktam hallgatni, mondjuk egy olvasó próbán, ahogyan ismertetik a saját koncepciójukat. Főleg mondjuk egy közismert darab kapcsán, tehát amit mondjuk már én is ismertem korábban, én is gondolok róla valamit, és egyszer csak egy olvasó próbán elém tár egy világot, azzal, hogy nem tudom, egy negyed órában beszél róla, hogy ő neki mi az elképzelése, ehhez jön egy díszlettervező, aki mutat hozzá egy világot, jön egy jelmeztervező, és az ember már elkezdi elképzelni, hogy ez hogy fog kinézni. És azt gondolom, hogy ezekhez érdemes az elején mindenképpen idomulni. Tehát, hogy megpróbálni hozzátörni magunkat ehhez az elképzeléshez, mert abban nem szeretnék kételkedni, hogy egy rendező, aki elővesz egy darabot, azért veszi elő, mert neki fontos, és gondolatai vannak róla, és hogy sokat foglalkozott vele már előtte is, mielőtt elkezdtünk próbálni. És ezeket meg kell ismerni, ezeket a koncepciókat, ebben el kell kezdeni gondolkodni, el kell kezdeni benne dolgozni, és aztán utána óhatatlanul nekem is lesznek benne mániáim, amiket meg kell beszélni, vagy meg kell vívni adott esetben, mind rendezővel, mind a kollégákkal. Tehát én bírom a rendezői színházat, nincsen vele bajom, tehát muszáj, hogy legyen egy külső szem. Megérkeztünk az idei esztendőhöz, de még fogunk másról is beszélni, de nem állom meg, hogy ne mondjam el. Szegedi barátom volt itt, járt nyáron. A királyi napokra mindig eljön, igen, és a koronázási játékokat semmi pénzért nem hagyná ki. És azt kérdezte tőlem,
21-én, mert még akkor itt voltak, este megbeszéltük, hogy milyen élményekkel gazdagodott, családostól volt, tehát nem csak velünk, de a színházakba én vittem, és azt mondja, hogy látod, ez a csoda, egyébként színházjáró ember Szegeden is, hogyha valaki egyszerre, negyedik Béla és Ív Béla, ugye az Ívet azt én mondtam szabadon Lábadi Ádám után, mert ugyanis a gyermeke mindenképpen szerette volna megnézni Jokut, és meg is nézte, majd ezt követően ugye velünk jöttek a koronázási játékokra. Honnét ez a kettősség? Mert ez a történet, ez zseniális történet, maradjunk ennyiben. Hát ugye ez egy sorozat. Igen, azt tudom. A Jobku és Dzsevú akrobatikus történelem Móra színháza, ami hát ez szintén nagyon küzdelmes. Általában mindig egy nehéz, hosszú évad végén Egger Géza barátommal, akit szintén Kaposvárról ismerjük egymást, ő fölöttem járt kettővel. Neki kell ülni és meg kell írni ezt a vásári komédiát, ami a szorosan kapcsolódik ugye az esti szertartás játékhoz. És nagy szerencse, hogy az első évben, 6 évvel ezelőtt találtunk egy olyan formát, amiből utána lehetett csinálni sorozatot. És tehát most, hogyha végig gondolok tényleg én is itt a fehérvári munkásságomon az elmúlt 8 évből, én nagyon örülök neki, hogy ez van, mert ez egy teljesen saját gyerek, és abszolút megtalálta a közönségét. Tudom, hogy már várják az emberek minden nyáron, amikor jön a szertartási játék, vagy a koronázási ünnepi játékok, hogy erre jöjjenek el, és nézzék meg. És hát ennek megfelelően készülünk is rá. Én az ideiből hát azért kiszedtem magamat elég rendesen. És már korábban említett barátomat, Porogi Ádámot hívtam meg magam helyett. Mi ott egyébként mind a hárman a Gézával is és Ádámmal is nagyon jó barátok voltunk ott lent Kaposváron. Úgyhogy így csináltuk, mert valahogy azért a tapasztalatom az, hogy nyaranta mindig elmegy a hangom, berekedek, leég a bőröm a tűző napon, és az esti szertartás játékot idén azért nem szerettem volna ennek beáldozni, de hát viszonylag azért könnyen meg tudtuk oldani azt, hogy én is benne. Apropó, ha már szertartás játék, azon kevesek közé tartozol, akik jószerűen ugyanazt mondják, mint az én elvarázsolt barátaim velem magammal együtt. Ugye szemtelen támadás éri Székesfehérvárt, ez a múltban révedezés okán egyébként teszem hozzá. És hát mi körömszakadtáig védjük ezt a történetet, mert hogy én azt tartom, amit tőled is olvastam, te a Trónok harcával például osztál valamikor, hogy ugye mindenki elájul a Trónok harcától, miközben itt van nekünk Székesfehérvár királyi város múltja, olyan királyokkal, olyan történetekkel, amelyek példaértékűek. Hát ez nem feltétlenül a városnak a múltja, hanem az egész történelmi. És ez a történelmi Magyarország múltja. Igen. Egyébként. Igen. Tehát mennyire fontos neked ennek tükrében a koronázási játékok? Ez egy álkérdés egyébként. Én jó dolognak tartom. Kicsit több, mint egy színház előadás. Igenis jó dolognak tartom azt, hogy ebben a városban, hogyha van egy fesztivál, hogy akkor annak ez legyen a témája, és ez legyen benne a úgymond a csúcspontja az esti előadások. Nagyon tűnnek el a hagyományaink. Nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Kezd olyan hitetlenné válni szerintem nagyon sok ember. Lehet egyébként, hogy én is. És ezek nekem is fontosak. Mindenki a saját dolgával van elfoglalva, és sokszor mindenen keresztül gázol, anélkül, hogy nézne Istent vagy embert. És az, hogy Fehérváron van egy ilyen történelmi tematikájú fesztivál, ez egy jó dolog.
akinek nem tetszik, annak nem kell megnéznie, tehát hogy ez nem egy erőszak, ez ugyanúgy egy színházi előadás. Félelmetes volt, amikor ezt Szikora Jánosék ezt tálalták, hogy ebből mi lesz, hogy lesz ez. Nagyon izgalmas volt mondjuk az első egy-két előadás ebből, de abszolút kiforrott, azt érzem. Nyilván egyre több az írásos emlék, ahogy haladunk előre a korban, és egyre izgalmasabb forgatókönyveket lehet írni. Én kevésnek tartom ezt, azt, hogy itt van egy ilyen. Ez szerintem kevés. Nagyon jó lenne, hogyha rengeteg pénz lenne mondjuk a magyar filmgyártásnak, és lehetne olyan színvonalon, vagy közelítőleg olyan színvonalon, mint ahogyan mondjuk a Trónok harca forgott. Nagyon komoly történelmi filmeket abszolút csinálni. Egyetértek, hiszen a Szent István Művelődési Házban találkoztunk nemrégiben, és rácsodálkoztam a Lelked Jobbik felére és a Gyönyörű gyermekre. Én azt gondolom, hogy akkor lenne ám kerek a világ, ha az a korosztály, akik még most töpörtjük, azért megismerhetnék hiteles forrásokból, hogy mi minden történt elejénkkel. De ez egy másik beszélgetés témája lenne. Nem titok, a Bűn és bűnhődés főpróbájáról érkeztünk. Igen. Ez megint egy olyan falsős szerep, én azt gondolom, tehát ez a Dosztojevszki mű, ebben az átiratban is, ha úgy tetszik, hiszen Závada írta át, ami példa arra, amit nem szabad kihagyni senkinek, kezdjük ezzel, mert hogy nem csak a regényvilág hírű, hanem a színpadi átirata is az. Miként érezted magad ebben a darabban? Még tegnap este beültem, a második felvonásban viszonylag korán végzek, és már nincs több jelenetem, és nem is tegnap, tegnap előtt este még beültem, és megnéztem a kollégáimat. És nagyon, nagyon behúzott. Nyilván egy nagyon komoly történet, és beszél arról is, amit én talán korábban említettem, hogy kezdünk olyan hitehagyottak lenni, vagy hogy nincs valami olyan vezérfonál az életünkben, ami eltántorítana minket bizonyos tettektől. És nagyon, nagyon jó színjátszás van benne. Én ezt a társulatot rendkívül sokra tartom, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a tagja vagyok. Most már 7.-8. éve. Nincs könnyű dolgunk soha, mert időhiány vagyunk mindig szinte. Nyilván sok bemutatót kell tartanunk, de ez egy nagyon kemény történet, a Raskolnikovnak a története. Ez a próba folyamat is szét lett szedve, ugye ez egy előbemutató, tehát ezt már tavaly évad végén elkezdtük, és akkor most fejeztük be. Volt rá pár napunk, hogy megint így összeráncsuk, meg egyáltalán ilyen végső formába öntsük. Én azt vettem észre, mert biztos meg lehet majd támadni ezt az előadást is, és nagyon sok mindent lehet rá mondani, hogy az miért úgy van, az miért nincs benne, a díszlet az miért olyan, vagy miért ilyen a zene, vagy bármit, rengeteg mindenbe bele lehet kötni. De az, hogyha én magam úgy tudom nézni a kollégáimat, hogy nem is érdekel az, hogy egyébként mi a hiba benne, mert annyira behúz a játékuk, szerintem az fontos, akkor ott valami sikerült. És nagyon... Tehát szerintem nagyon szép előadás lesz, és jó lenne, hogyha megtalálná a közönségét. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy megfogja. Inkább azt mondom, hogy jó lenne minél többet játszani, minél tovább játszani. Ennyit értek. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, folytattuk sorozatunkat. Mai vendégem Lábadi Ádám színművész volt. Maradjanak tovább is velünk, és menjenek a színházba. Megérjék el. Köszönöm. Viszontlátásra.